Üdvözlök mindenkit a Videodrome filmes csatornán, pontosabban ezen szeretnék egy picit bővíteni, ezért egy új rovatot indítok, mégpedig az olvasójegyet. A rovatban pedig könyveket szeretnék nektek ajánlani, nem feltétlenül kritikákról van szó, hanem sokkal inkább egyfajta kertcsinálóról. Kérlek, amennyiben érdekel ez a téma, illetve szívesen vennétek még ilyen videókat, egy lájkkal jelezzétek. Az első könyv, amit választottam, a Metropolis médiától Bulicsov Túlélők című alkotása. Az orosz író szifie eredetileg 1988-ban jelent meg, de hazánkban most vált hozzáférhetővé. Nézzük röviden a történetet. A Pólus űrhajó tragikus balesetet szenved egy eddig még felderítetlen bolygón. Mivel a sugárzás miatt el kell hagyniuk a roncsot, így a túlélőknek meg kell tanulniuk boldogulniuk ebben a meglehetősen zord környezetben. 20 év telik el, és a túlélők mellett kialakul egy új nemzedék, melynek tagjai már nem is emlékeznek a Földre. Azonban egyszer csak történik valami, egy másik felderítő hajó érkezik a bolygóra, melynek a feladata feltérképezni az ismeretlen világot. Könyvek tekintetében nyugodtan mondhatom, hogy igen vegyes az ízlésem. A szifit és a fantazit épp annyira kedvelem, mint mondjuk a krimiket. Az általam kedvelt alkotásokban van egy közös, mégpedig az, hogy valami mindig megfog bennük. Bulicsov könyvében 3 dolog volt, ami nagyon tetszett. Egyrészt nagyszerűen kitalálta és lefestette nekünk a bolygót, illetve az ott lakó élőlényeket. Nagyszerű környezetet teremtett, ami azért is jó, mert az olvasó az egyszerű leíró részeket is nagyon élvezi. Az is nagyon jól működik a túlélőkben, hogy ugyan az elején azt érezhetjük, hogy Bulicsov egy kicsit sokat foglalkozik a leírással, viszont ennek köszönhető, hogy a könyv második felére már úgy érezzük, hogy mi is ott vagyunk. Számomra a könyv következő erénye a karakterek voltak. Nagyon sok különböző típus sikerült az írónak megalkotnia, és a köztük kialakuló feszültségek is hitelessé válnak. Persze azt nem szabad elfelejteni, hogy egy orosz íróról van szó, ennek köszönhetően a karakterei úgy gondolom, hogy az európai emberhez közelebb állnak, mint mondjuk egy amerikaihoz. Ha valaki esetleg kedvet kap és olvassa a könyvet, akkor pontosan tudja majd, hogy mire gondolok ezzel. Az ábrázolt figurák gondolatai, illetve problémái annak ellenére, hogy egy idegen bolygón vannak, teljesen közel áll a mai egyszerű hétköznapi emberhez is. Végül még egy pozitívumot kiemelnék, mégpedig Bulicsov apró stílusváltásait. Itt konkrétan arra gondolok, hogy a könyvben van egy pont, amikor megérkezik a Magellán űrhajó. Innentől kezdve bizonyos fejezetekben a Magellán legénységével találkozhatunk. Ők teljesen máshogyan gondolkodnak, illetve kommunikálnak, mint az eddig megismert karakterek. És ami ezt a stílus gyakorlatot tovább emeli, hogy Bulicsov szívesen ugrál akár fejezetről fejezetre az egyikből a másikba. Még a regény elején elsősorban a karakterek bemutatása, illetve a bolygók bemutatása válik izgalmassá, addig a második felére már a konkrét történések. Talán a kettők közti átmenetben érezheti az olvasó, hogy egy picit lassult a könyv tempója, de elég hamar túllendülhetünk ezen. Persze, mivel egy sci-firől van szó, nem felejt el kérdéseket feltenni, pontosan mi is az a civilizáció, meddig tudunk megmaradni embereknek, és pontosan mit vagyunk hajlandóak megtenni a túlélésért. Nyugodtan kimerem jelenteni, hogy ahhoz képest, hogy maga az alapszituáció olyan túl sokat nem tartogat, ehhez képest Bulicsov ebből kihozta a maximumot. Minden esetre jobban szeretem azokat a sci-fi könyveket, melyeket miután befejeztem, még napokig tudok rajta gondolkodni. A túlélők nem feltétlenül ilyen, bár van egy ilyen aspektusa is. Az elején úgy érezhetjük, hogy ifjúsági regényként indul, majd utána átvált kőkemény túlélő sci-fivé. Minden esetre, aki kedveli a műfajt, az bátran tegyen vele egy próbát, megéri. A könyvet köszönöm szépen a Galaktikának, ha felkeltette érdeklődéseteket, a videó alatt a leírásban találhattok egy linket a webshopjukhoz. Illetve megtalálhatjátok YouTube csatornájuk linkjét is, ahol számtalan érdekes videót láthattok. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!